2003 és 2015 között született gyerekeket vártak a Grosics Akadémia Gyulai Divíziójának vasárnapi toborzójára. Átteszem, és átugyom, de hozzáérek, picit, de nem megy a labda sehova. Az akadémia jövendőbeli játékosai az ország több részéről érkeztek. Budapestről, Zalaegerszegről és Debrecenből is jöttek gyerekek. Szabó Ádám Nagyszalontáról érkezett. Meg szeretném próbálni magam másik csapatba, hogy hogyan tudok teljesíteni és tovább focizni. A gyerekek egy olyan felmérőn estek át, melyen az őket figyelő szakemberek számára kiderülhetett, hogy alkalmasak lehetnek-e a magasabb szintű futballra. Az akadémia segíthet nekik egy ígéretes sportkarrier felépítésében, vagyis később profi sportolóvá válhatnak. Egy új koncepcióban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben 19-17 és a 16-os korosztályunkat Szegedre költöztették, és az egyesületnek a vezetése úgy döntött, hogy ettől az évtől próbáljuk visszaállítani. Ezért csináljuk a toborzókat, ezért csináljuk, próbálunk fennmaradni, és minél több korosztályban elindítani a gyerekeket, és ezzel öregbítve a Szeged-Grosics Csanád megye püspökséget és ennek a foci csapatait. A Grosics Akadémián hamarosan nyári szünet következik. A pihenő után viszont a nyáron több csapattal, megnövekedett létszámmal kezdik meg a felkészülést az őszi szezonra.